Az idei évtől már nem biztosít támogatást az Unió a dohányágazat számára, ezért nemzeti forrásból pótolják a kieső támogatásokat, amelyet két részletben kapnak meg a termelők. A Burley dohányok esetében hektáronként 500 ezer, a Virginiánál pedig 600 ezer forintra emelték az összeget, amelyhez még az úgynevezett de minimis támogatást is igénybe vehetik a dohánytermelők. A nemzeti támogatásnak a kifizetése kezdődött meg a héten, és folytatódik a jövő héten is. Ez több részből tevődik valóban össze. Most a 2013-as felemelt nemzeti támogatást pótolja a kormány, és a 2014-esnek is az elmaradott támogatását. Ez azt jelenti, hogy egy 4-600 ezer forinthoz juthat minden termelő a hétfőtől és a jövő hét a két kifizetés összegével együtt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3600 hektár dohányültetvény van, így a térség foglalkoztatási helyzetében is fontos szerepe van az ágazatnak. Az idei szokatlanul meleg időjárás nem kedvez az ültetvényeknek. Hát sajnos ez a meleg a dohányféleségekre is rányomja a bélyegét, az alsó levelek elszáradnak, elkezdenek felégni, így veszélybe kerülhet az a bizonyos korlátozás, egy bizonyos súly mennyiség van meghatározva a támogatáshoz, ennek a teljesítése kerül veszélyben. Most folynak ilyen felmérések, hogy körülbelül mit jelent ez megyei szinten, és ha ez olyan jelleget ölt, hogy viszmajort kell jelenteni, akkor ezt a falugazdász hálózaton keresztül rövid időn belül meg is kell kezdeni. A kamara elnöke azt is elmondta, hogy 2016-tól várhatóan az idejéhez hasonlóan évi 900 ezer forintos támogatást vehetnek igénybe a dohánytermelők hektáronként.